Köszöntöm kedves nézőinket! Ezen a héten csütörtökön, azaz április 19-én délután indul újra a Szépkorúak Akadémiája, de hogy milyen programokat hoz ezúttal, arról már Zornászki Ildikóval beszélgetek. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Nagyon sokszor hallottuk már a Szépkorúak Akadémiája címet. Hanyadik alkalommal szervezi meg a város önkormányzata? Az ötödik alkalommal kezdődik. Az ötödik szemeszter, harmadik éve működik az önkormányzat együtt a Debreceni Egyetem egészségügyi karával, és az idei szemeszterben is 6 előadást fognak hallani az érdeklődők. Megszokhatták már a szolnokiak, hogy az önkormányzat számára nagyon fontos az egészség, a megelőzés, számos olyan szűrőprogram sorozatról tudunk itt a városban, amely nagyon régóta nagy hasznossággal működik. Különös figyelmet fordítanak az idősekre? Ez a program is azt jelenti? Természetes, nagyon fontos az önkormányzatnak is, a városvezetésnek is, hogy az idősek aktívan élhessék mindennapjaikat, bekapcsolódjanak a város életébe, figyeljenek oda az egészségükre. Nagyon fontos az, hogy a társas kapcsolataikat megőrizzék, nyitottak maradjanak. Számos olyan programról hallunk, amelyet, ha nem is az önkormányzat minden alkalommal, hanem esetleg a nyugdíjas klubok maguknak szerveznek. Ezek a programok azzal, hogy kimozdítják a nyugdíjasokat a szürke hétköznapokból, vagy az otthon magányából, hogyan hatnak rájuk, mit tapasztalnak, mondjuk hogyan számolnak be ezekről az eseményekről? Minden eseményre nagyon szívesen mennek az idősek, hiszen pont számukra is nagyon fontos az, hogy a társadalom aktív résztvevői legyenek. Nagyon szívesen találkoznak a kortársaikkal, és nagyon szívesen hallgatnak olyan típusú előadásokat is, és olyan új információkat, amikkel ők is gazdagodhatnak. Ez a Szépkorúak Akadémiája, amely április 19-én indul. Mi mindent tartogat számukra? Hogyha valaki találkozott már a rendezvény plakátjával, akkor láthatta, hogy nagyon széles a paletta. Nem csak kifejezetten az időseknek szóló előadás témákkal találkozhatnak, hanem gyakorlatilag mindenki számára mutathat valami érdekességet. Az első előadás április 19-én csütörtökön lesz 14 órától. A botanika hétköznapi csodáiról lesz szó. A nyíregyházi botanikus kert nyugalmazott vezetője tart egy előadást erről. De lesz szó az aktivitásról. Ez nagyon sokszor felmerül az időseknél, szenior turizmusról, Erzsébet programról, gyógyfürdőkről, gyógyturizmusról, a gyógyvizek hatásáról is a későbbiekben. Illetve nagyon sokakat érdekel az alvás, az álom, nagyon fontos mindenkinek a pihentető alvás, ezzel kapcsolatban is lesz előadás. Ahogy így nézem a programok sorát, április 19-ét, május 3-a, majd 17-e, végül 31-e és június 14-e követi. A délutáni 2 óra az megfelel az elvárásoknak? Mert hogy gondolom össze kellett egyeztetni azért a nyugdíjasok programjait, és hát nyilván a debreceni előadókat is. Minden alkalommal megkérdezzük az időseket az akadémia végén arról, hogy megfelelő-e az az időpont, megfelelőek azok az előadások, amelyeket biztosítunk számukra, és ez a kora délutáni állandó időpont volt az, amit mindenki jónak tartott. Végeztek esetleg felméréseket a témákat illetően is, hiszen amiket itt most felsorolt, tényleg a botanikától az aktivitásig mindenről szó van. Igen, minden egyes szemeszter végén egy elégedettségmérést indítunk el a résztvevők között, és azt tapasztaljuk, hogy az előadások témáival is elégedettek. Az előadókat nagyon szeretik, sokszor meg is jegyzik azt, hogy visszavárnák őket, hiszen annyira érdekes előadásokat hallhatnak tőlük. Mennyire aktívak, mennyire kérdeznek ezeken, vagy egyáltalán lehet-e? Minden egyes előadáson van lehetőség kérdések felvetésére, illetve az előadások után személyes konzultációra is van lehetőség az előadókhoz. Hosszú sorok állnak mindig. Igen. És hát nyilván azért a debreceniek számára is újdonság, hogy Szolnokra jönnek, nyilván lehet, hogy nem minden előadónak. Ők mennyire szívesen érkeznek ide egyáltalán? Hogyan látják Debrecenben a szolnoki nyugdíjasokat? Nagyon szívesen érkeznek, azok az előadók, akik ezeket az előadásokat tartják, gyakorlottak már abban, hogy idősek számára tartsanak előadásokat, nagyon örülnek annak, hogy ilyen nagy az érdeklődés Szolnokon.
És ha már arról beszélünk, hogy nagy az érdeklődés, simán csak el lehet menni ezekre az előadásokra, vagy érdemes kell esetleg előtte regisztrálni? Nem szükséges regisztrálni. Minden alkalommal 180-200 fő vesz részt egyébként ezeken a rendezvényeken. A regisztráció talán azért érdemes, hogyha bármi változás történik, akkor tudjuk értesíteni azokat, akik jelentkeztek, de egyébként regisztráció nélkül is szívesen fogadunk mindenkit, és ezek az előadások térítésmentesek. Beszéltünk már arról, hogy délután 2 órakor kezdődnek, az időpontokat, tehát a dátumokat is megemlítettük, a helyszínről essen néhány szó. Minden szemeszter az Aba Novák Agora Kulturális Központban zajlik, ez az idei szemeszter is itt. Délután 2 órakor kezdődnek az előadások, és hogyha jól látom, akkor hát majdnem 2 hónapot ölel fel, ugye holnap után kezdődik, tehát 19-én csütörtökön, és június 28-án zár. Éppen egyébként a záró előadás a kamratitkairól szól. Én azt gondolom, hogy a kamratitkai kapcsán számos nyugdíjas klub is felvetette már ezeket a témákat. Tudnak még új dolgokat, új információkat nyújtani az időseknek? Ez az előadás, ez egy érdekes előadás lesz, egy civil kezdeményezésről fog szólni, a Nyíregyházi Kosár közösségről. Ez egy 5 éve működő civil kezdeményezés, ahol a helyi termelők jönnek össze a helyi környezettudatos, egészségtudatos fogyasztókkal, és ezt a jó gyakorlatot fogják megmutatni itt a miénknek. Mennyire jellemző az, hogy akár egy ilyen akadémiai előadás sorozat kapcsán, akár ahogy ugye kapcsolatba kerülnek egymással a nyugdíjas szervezetek, újabb és újabb ötletek merülnek fel itt Szolnokon, amelyek esetleg megvalósulhatnak? Én úgy gondolom, hogy nagyon nyitottak azok, akik ezeket az előadásokat hallgatják, és fogékonyak az ötletekre, igen. Arról is szó volt, hogy milyen sokan eljönnek egy-egy előadásra. Jellemző az, hogy aki elkezdi, az végig viszi, végig járja ezt az iskolát, szemesztert, nem is tudom, hogyan lehet ezt nevezni. Igen, azt tapasztaljuk, hogy aki a legelső szemesztert elkezdte, ők az 5. szemeszteren is ott vannak. Igen, jönnek mindig újak is természetesen, de aki tud, az részt vesz mindegyik előadáson. Jellemző a korosztály, vagy az aktivitás? Ugye vannak mindig friss nyugdíjasok, akik még most élik át azt, hogy az aktív munka után egy kicsit unalmasak otthon a hétköznapok. De a korosztály annyiból jellemző, hogy zömmel idősek vesznek részt rajta, zömmel nők vesznek részt ezeken az előadásokon, de gyakorlatilag a téma mutatja meg azt, hogy melyik korosztály jelenik meg. Hát remélem, hogy minél szélesebb körben, minél többen eljönnek majd, tehát 19-én, 14 órakor az Aba Novák Agora Kulturális Központban, és mi az első előadás, miről szól? A botanika hétköznapi csodáiról fog szólni. Érezzék majd jól magukat a nyugdíjasok, önöknek pedig jó szervező munkát kívánok. Köszönöm, hogy itt volt. Mi pedig általános iskolásokkal folytatjuk, kedves nézőink, mi pedig alsósokkal, mert hogy a 4. osztályosok között folyik most egy különleges toborzás, ugyanis másféle oktatást nyújtanak számukra, mint azt az iskolákban megszokhatták. Tehetséges, de nem feltétlen kitűnő tanulók jelentkezését várják abba az országos, szintén ingyenes programba, mely a kisdiákok kompetenciáit fejleszti. A gyerekek egyebek mellett tanulnak pénzügyi, környezeti tudatosságot, de foglalkoznak a művészetekkel, a matematikával, a robotikával, sőt még az egészségüggyel is. Itt Szolnokon is elérhető most már az általános iskolás diákok számára az az ingyenes tehetséggondozó program, amely nem új keletű már az országban. Mióta is működik? 2015 nyarán indult az MCC FIT program. Először 4 nagyvárosban, ezek közül Szolnok is benne volt az elsők között, Pécs, Miskolc, illetőleg Veszprém mellett, utána Budapesten alakítottunk egy újabb központot, tavalyi évben Kecskeméten, és jövőre pedig az országhatáron kívül Beregszászon nyílik egy új központunk. Milyen korosztályt érint ez a program?
Jelenleg a negyedik osztályban folyik a toborzásunk, hiszen az MCC Fit program az ötödik osztálytól felfele menő korosztályoknak szól. Mi felmenő rendszerben dolgozunk, tehát jövő szeptemberben az ötödikesekkel kezdjük az évfolyamunkat, de már van hatodik, hetedik, és jövőre az első végzős nyolcadik évfolyam is megtalálható lesz a képzési palettánkon. Mi nem az iskolát helyettesítjük, vagy nem az iskola helyett vagyunk, hanem az ottani tudásanyagot szeretnénk a gyermekeknek kibővíteni, olyan tudással, ismeretekkel, amit az iskola nem tudnak megszerezni, viszont a mindennapi életben föl tudják majd használni. Tehetséggondozást folytatunk. Emellett nagyon fontos megemlítenem, hogy egyéni eredmény értékelést is végzünk, hiszen folyamatosan mind az oktatóktól, mind mi adunk visszajelzést a gyermekekről, amit fél évkor, illetőleg évvégén a szülőknek átnyújtunk, illetőleg terveink között szerepel az, hogy egy kimenetésbemeneti kompetenciaméréssel tudjuk majd a szülők felé is mutatni, hogy mennyit is fejlődtek nálunk a gyerekek, illetőleg az e-fit rendszerünknek köszönhetően számszerűen adatokkal is alá tudjuk támasztani a diákoknak a tudását. Milyen elfoglaltságot jelent, hogyha valaki bekerül ebbe a programba, és a szülő hogyan képzelje el, milyen módon tanítják, fejlesztik a gyerekeket? A programunk általában két hetente szombaton van. Nyilván, hogyha ünnep vagy valamilyen iskolai szünet közben jön, akkor ez előfordul, hogy változik, de igyekszünk két hetente szombatonként tartani a képzéseinket. Reggel 9-től 16 óráig vagyunk itt megtalálhatóak a Szolnoki Központban. Ami nagyon érdekes, mert azt gondolnánk, hogy mennyire fáradtak a gyerekek, és nem bírják ezt az egész napos képzést, viszont annyira színesen, élménypedagógia módszerével dolgozunk, és olyan érdekes tudásanyagot adunk át a gyermekeknek, hogy nagyon szeretnek hozzánk jönni. Ahogy mondtam, ez egy egész napos elfoglaltság, szombati elfoglaltság, kezdve a reggelizéstől, utána az adott kurzusnak megfelelő tananyagot előadják az oktatóink, elmegyünk ebédelni, hogyha az időjárás engedi, akkor egy kis játék is belefér, és délután 4-ig szintén visszajövünk a központba. Élménypedagógia módszerével, projektmunkákkal, csoportmunkában dolgozva, úgynevezett learning by doing elve alapján, tehát tapasztalás útján tanulnak nálunk a gyermekek. Nagyon fontos megemlíteni, hogy ebben is különbözünk az iskolától, hogy nincsen frontális munka, tehát nem diktálja a tananyagot a tanár, hanem tényleg cselekvés közben ismerik meg a gyermekek, illetőleg bővítik a tudásukat. Milyen témaköröket érintenek? Négy, ugye mondtam, hogy felmenő rendszerben 4 év folyamon végezzük majd a képzést. Két eleme van, ami állandó, ez a pénzügyi tudatosság, illetőleg az egészségügyi tudatosság az, ami mind a 4 évben végigkíséri a gyermekeket, nyilván a életkoruknak megfelelő tudásszinttel. Emellett még internettudatosságot nyújtunk nekik, építészeti ismereteket, színházvilágával ismertetjük meg őket, drónok világával, tehát tényleg nagyon sokszínű a palettánk. Összességében az itt töltött évek során mivel lesznek többek ezek a gyerekek? Hagy mondjam el a legutolsó élményemet, ugye nemrégiben volt Szolnok város általános iskolai számára az egészségnap, és egy ott előadó hívott föl engem, illetőleg írt nekem, hogy te képzeld el, az MCC-s gyerekek mennyire kiemelkedtek minden csapatban. Kérdeztem, onnan tudta, hogy MCC-sek, hogy megkérdezte, hogy ti ezt honnan tudjátok, és azt mondták, hogy az MCC-ben tanulják, vagy akár mondhatnám, hogy az egyik központunkban előfordult már az is, hogy egy kisgyermek a saját édesanyját élesztette újra. Tehát tényleg nagyon hasznos tudást nyújtunk a gyerekeknek, amit ténylegesen fel tudnak használni a mindennapjaik során. Április 3-án elindult a jelentkezés a honlapunkon. Itt egy szülői, illetőleg egy pedagógus ajánlást kell feltölteni. Elvileg június 30-áig lehet jelentkezni, viszont már erről szeretném jelezni, hogy tavaly is óriási volt a túljelentkezés, és bizony kellett húznunk egy létszám limitet, amit hogyha elérünk, akkor akár június 30-a előtt is befejezzük a toborzást. Ebben az időszakban kolléganőmmel Szolnok, illetőleg a környéki általános iskolákat látogatjuk, és a lehetőségekhez képest vagy a diákokkal, vagy a pedagógusokkal, vagy a szülőkkel találkozunk, beszélgetünk, mutatjuk be a programunkat, és már most lehet tudni, hogy szeptember 8, illetőleg 9-én szombaton vagy vasárnap délelőtti délutáni időpontokba tartjuk országosan ezt a válogatót. Ezt is el szoktam mondani ilyenkor toborzáskor a szülőknek, akik hezitálnak, hogy érdemes most
most jelentkezni, hiszen van rá lehetőség, hogy később csatlakozzanak a programhoz, viszont minden esetben ezt a szeptemberi felvételit ki kell a gyermekeknek tölteni, illetőleg most már van annyi jelentkezőnk, hogy várólistát tudunk kialakítani, tehát onnan emeljük be elsődlegesen, hogyha visszalépés van. És azt is fontos elmondani, hogy talán nem biztos, hogy éppen a kitűnő tanuló gyerekek kerülnek be ebbe a programba. Mik a feltételek? Igazából mi egy saját kiválasztási rendszerrel dolgozunk, ezért is szoktam mondani a pedagógusoknak, amikor mondják, hogy hát ő kitűnő tanuló, vagy milyen tanulmányi versenyeken indul a gyermek, hogy ehhez még nagyon sok képesség, illetőleg, ami szerintem a legfontosabb, ami kell ehhez a programhoz, a kitartás, hiszen azért valljuk be, mind a gyerekeknek, mind a családoknak, hiába játékos, és hiába érzik jól magukat, azért ez egy nagyon nagy vállalás, hogy két hetente eljöjjenek. Természetesen van lehetőség hiányzásra is, de szeretnénk azt elérni, hogy minél több képzésen itt legyenek a gyerekek, hiszen arra nincsen lehetőség, hogy valaki kiválassza a 2x4 kurzusból, hogy melyik az, ami őt érdekli, és csak erre jöjjön el. Tehát ez nagyon fontos, hogy két hetente eljárjanak a gyermekek a képzésre, illetőleg én ezt is nagyon fontosnak tartom, hogy negyedikes gyerekekről beszélünk, ne vegyük olyan véresen komolyan ezt a felvételit. Mi is próbálunk minél játékosabb helyzetet, környezetet kialakítani a gyermekeknek, illetőleg ez egy másik fontos dolog, hogy szerintem nem lehet erre felkészülni, hiszen ahogy mondtam, egyéni tesztekkel dolgozunk, csoportmunka is van benne, és személyes beszélgetés is. Mire a napszak végén eljut hozzánk a gyermek a személyes beszélgetésen, általában teljesen megnyílnak nekünk, és őszintén elmondják, hogy ő saját maguk döntése miatt szeretnének hozzánk jönni, vagy a szülő miatt, de ez sem befolyásol minket, hiszen volt olyan, aki azt mondta, hogy hát csak az anyukám miatt jöttem el, és azóta is a programunk tagja, és jól érzi magát nálunk. A szülői visszajelzések alapján az érződik nálunk, hogy jó a hangulat, míg esetlegesen az általános iskolában fegyelmezési problémák vannak, nyilván itt is adódnak, de hogy itt közös a cél, hogy a gyerekek egyre többet szeretnének tudni, illetőleg maguktól szeretnék a tudásukat bővíteni. Éppen ezért teljesen más a légkör, illetőleg máshogyan tanulnak a gyerekek, mint egy iskolai környezetben, és ahogy mondtam, különböző versenyeken nagyon nagy hasznát tudják venni azoknak a dolgoknak, amiket itt tanulnak nálunk. Jelenleg 6 központban dolgozunk együtt, éppen ezért szerintem ez is egy lényeges eleme, hogy ennek ellenére minden központban ugyanaz az oktatónk oktat, tehát ugyanazt a tananyagot kapják meg mindenhol a gyermekek. Van egy felvételi kiválasztási rendszerünk, amiben meghirdetjük az adott témát, amire oktatót keresünk, és a pedagógiai kompetenciák mellett azt is figyeljük, hogy valaki mennyire fiatal, mennyire találja meg jól a hangot a gyermekekkel, ez egy nagyon fontos eleme. Nem biztos, hogy pedagógus az, aki nálunk oktat, viszont nagyon jó szakember. Idén 2 táborunk lesz Bodajkon, egyik az 5. évfolyamnak, és a másik a 6.-7. évfolyamnak, ugye ez egy nagyon nagy létszámú tábor lesz, és igen, ez egy nagyon fontos eleme még a programnak, a kurzusaink mellett, hogy évközben is vannak élményprogramjaink, illetőleg nyáron ez a tábor hétfőtől péntekig, amikor az összes központ gyermekei találkoznak, és nagyon érdekes, mert például kellett évközben is olyan élményprogramot szerveznünk, olyan kirándulást, ahol a többi központtal találkoznak a gyerekek, mert igény volt rá, ugye a hetedikesek már 2-szer táboroztak együtt a többiekkel, és ők mondták, hogy ha tudunk, akkor szervezzünk együtt tábort. Tehát tényleg egy hihetetlenül jó közösség alakul ki nálunk. A Magyar Nemzeti Banknak köszönhetően ez a tábor is ingyenes, ahogyan a képzés? Igen, természetesen a képzés, az étkezések, az élményprogramok, illetőleg meg kell említeni, hogy hetente 2-szer angol oktatást is biztosítunk a gyerekeknek, és ez a nyári tábor is mind-mind ingyenes. Az idei évben szeretnénk minél több helyi céget és nagyvállalatot is megmozgatni, hogy ezeket a programokat támogassa különböző együttműködési formulákban. Igyekszünk civil szervezetekkel is minél jobb kapcsolatot kialakítani, hiszen december tájékán mi is karitatív akciók keretében szeretnénk valamit Szolnokvárosnak visszaadni. Éppen ezért voltunk már az anyaotthonban ajándékozáson. Tavaly a megyei nyugdíjas klubbal mézes kalácsot sütöttünk a mentősöknek. Ez is egy óriási projekt volt, és
és jó volt látni a mentősök szemén, pont most szombaton voltunk náluk az egészségügyi kurzus kapcsán, hogy mennyire örültek a névre szóló mézes kalácsunknak, de akár a civil cirkuszt is említhetném, akik a nyári táborunkban érzékenyítés témakörben voltak nálunk, drogprevenciós előadást tartottak, vagy a forrásprojekt keretében akár mi is média, kommunikációs és önismereti tréningen vehetünk részt, és ott találkoztunk olyan civil szervezetekkel, akikkel már beszélgettünk együttműködésről, így például kolléganőm a múlt héten megrendezett köri versenyen adott elő, illetőleg a Vakok és Gyengéllátók Szövetségével tervezzük, hogy kipróbáljuk a tankonyhájukat. Nos, kedves nézőink, a mai témában két ingyenes programot ismerhettek meg. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, további kellemes televíziózást kívánok Önöknek, viszontlátásra!